Folytatjuk kalandozásunkat a vadnyugaton, és megpróbáljuk picit pörgetni a megint nem értem, megőrülök. A Red Dead Redemption 2-t. Hogy haladjunk vele. A legutóbbi elég rövidke stream után most azért remélem picivel többet tudunk hozzátenni majd a történethez, de nézzük, hogy hol is tartottunk. Ugye ezt az indiános vonalat vittük tovább. És Merun kapitánnyal kéne beszélni. Hát menjünk tovább azon a vonalon. Oké, most megint lovagolni kell egy adagot, de hát erről szól a játék nagy része. Itt van. Oj, találtunk valami növényt a oké, mentsünk. Meg ezt akartam megnézni, hogy talán ez is olyan. Hát, ez nem olyan. Na. Yep. Megpróbáljuk befejezni most ezt az indiános vonalat. És akkor utána folytatjuk tovább itt a Dacsos őrület testtörténetet. Hogy ott kezd nála egyre jobban elgurulni a gyógyszer. És pont az indián fiát rángatja vele valami bosszú hadjárat féleségbe. Hát így bemelegítésnek itt van egy mellékküldi, és arra megyünk. Ezt lehet, hogy megcsináljuk. Hogyha tényleg, aha, itt lesz bent. Egy picit feljebb. Hey! You there! Can you help? Can you help me, mister? What's the problem? My goddamn horse got spooked and run off. Are you hurt? Not too bad, at least. But he took my damn leg. Sorry. He went that way, I think. His name's Buell. Buell? Second time a prick named Buell cost me a leg. Huh? Buell was my general when I lost it. Okay. Anyway, if you see an angry bastard of a horse with my wooden leg, I'd be real grateful. I'll bear that in mind. Menjük, keressük meg Buellt. Ó, megvan. De jó, hogy lecsúszik a szikla. Whoa, easy.
De megnyugtatni nem tudjuk. De tök, hogyha elengedem az R2-t, akkor elengedi a... Veszi le róla. Hát nem hiszem el. Tehát a lasszót nem tudom rádobni. Miért veszi le róla a lasszót? De nehézkesen indult. Érdekes, hogy amíg a rajtunk volt, még fogtuk a lasszót, addig nem engedte, hogy... Hát ez így bemelegítéstek egész jó volt. Azt leszámítva, hogy nem igazán tudtuk, hogy mihez kezdjünk a lóval, de hát végül megoldódott néhány perc alatt.
Meg Arthur néhányszor a földhöz vetette magát. Tehát az belefér. Nothing gonna spook you here. Come on. You're not so nasty. Hoppa. I found him. You're a good man, mister. Mr. Arthur. You're right. He's a brute. Hamish Sinclair. Yeah, he's a great horse, aside from when the devil got him. Hey, you want to hand me that leg there, please? And while you're at it, give old Buell a kick for me, would you? No, I'm only kidding. Thank you. Weren't but a snake that spooked him. You're a real gentleman, you know? Sometimes, maybe. Yeah, how'd you lose a leg? Oh, in the war. Cannonball. Pretty clean, though. I don't have much pain, and I didn't get any gangrene. Young boy went into battle with me, got cut in half, so all things considered, I'm doing pretty well, I guess. Yeah, I guess. So, how is the false one? It's okay. I can still hunt, fish, enjoy the outside. Weren't sent too crazy by it. Anyway, I ain't got much to pay you with. You know, that's okay. You like fishing? You come with me someday. I know some pretty good spots. I'm a pretty poor fisherman. Yeah, well, I'm great. So between the two of us, we do okay. My cabin is right over on the other side of O'Cray's Run there. Thanks again. You throw me again, you old dumb bastard, I'm gonna put a bullet in you. I'll see you again. No. Ennünk kéne valamit. Ó, milyen jót köktünk a csokitól. Let's go, girl. Yep. Régen vadásztunk, de szerintem nem most fogjuk ezt újra megejteni. Mert... És akárhogy is nézzük azért... Haladunk is kéne a sztorival. Ó, ez elég nagy tehén. Így ránézésre. Valamelyik szarvasajtának a... Itt is van egy előttünk, eléggé bicebócán szaladnak. Jó. Hoppá, hoppá, hoppá. Fél pillanat. Hogy beszólt a csáv, hogy figyeljünk oda a távolságra, ott van a tábor, amit lelődöztünk, miközben visszaszereztük a vízipipát. Ne, majdnem kicsúsztunk a kanyarba, de...
easy. Come on. Valami ellenfél ott a réten elrohant balra. Ez nem tudom, hogy micsoda meg mit akar, de... Nem foglalkozunk vele. Még egy magányos utazó. Na jó, még a helyi járat előtt átszágúldoztunk a sinán. Van egy megálló, vajon megáll itt a vonat? Elég üresnek néz ki. Azt nem tudom, hogy ki tudnánk-e rabolni, tehát hogy... Szegélyt, ezt elég elintézt az oldalni. Na? No puedo. Wait, girl. Stay, girl. Hát... Szegényen nem tudtunk segíteni. Ó, volt nála tökéletes kígyóbőr. Ó, ott van egy olyan híd, amit a Desperados 3-ba felrobbantottunk. Lehet, hogy most is Eagle Falls-nál vagyunk. Nem véletlenül hívják az indián vezért Rainfall-nak. Ha jól emlékszem. Ott vagyunk a indián rezervátumban. Már csak itt kell fölmennünk. És meg is jöttünk, és akkor tudunk beszélni a... ...kommandanterral. Jövök, jövök. Monroe. Of course. Chief's gone out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that.
So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. I'm supposed to be heading to Wapiti after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Úgy csinálunk, mintha baleset lenne. Hol vagyunk, ahogy most vagy Valentine-t emlegette ismét? Aha. Érdekes, hogy így körül visszajöttünk Valentine fölé. Hogy itt lementünk ide. Rócz, aha. Tehát megint szépen lassan körbeérünk a térképen. Megyünk, szerzünk gyógyszert az indiánoknak, amit elvileg... So, this Colonel Faith knows you're up here helping these people? Yes and no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No, no, no. You only need to commandeer the back seat. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. Or an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. Ha jól értem, tehát ez az a lényeg, hogy ez a kapitány, mármint nem ő, hanem az ő parancsnoka, nem volt valami jó harcos a polgárháborúba. This is the spot I was thinking of. Let's get up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Mekkora szarvas volt ott is. Itt vannak a lovak. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. És hogy most próbál így bizonyítani, hogy az indiánok minél jobban sanyargatja. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. All I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, now, I can't promise.
Hát ez most lehet, hogy elrontottuk. Térkép. Itt ezt a részt, ezt bejelöljük. Valamiért nem működik a... Szállj már fel, Arthur! Nem. Át kéne néznem a kocsit. De nem tudok felszállni a kocsira, basszus. Na végre. Nagy nehezen, de azért hajlandó volt fölmászni. Jó, gyorsan. Azon gondolkodom, hogy van-e valahol a környéken olyan, ahova le tudnám tenni a kocsit. Vagy ez most nem lehet? Itt valahol, mint hogyha lett volna. Hogyha oda elviszem. Elég mély. Na. Na jó van. Hagyjuk, aztán menjünk a... Hiszen forgolódunk itt. Levesszük. Hát... nem tudom, hogy a lovunk hogy került ide, de... mondhatni, leléptünk a szikla széléről. Yep. All
már megyünk innen. Voltak valami vendégszerető népek akkoriban. Ismerős mondta, hogy itt van valahol ilyen magyar ló, magyar telivér talán, és ezt akartam meg, tehát hogy Valentine fölött van, és ezt akartam megnézni, hogy hát ha itt lehet szelidíteni egyet, de nem akarom ezzel húzni az időt. Innen már nincs messze, tehát ott fönt a domb magasságába. Azt nem tudom, hogy békésen is elvehettük-e volna a gyógyszert. Még most már nem fog kiderülni. Sátor is kapta. Captain Monroe, I got the medicine. Ah, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, well, don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe we'll get killed, but we have to be done. Csinált gyógyszert. Mi pedig a indiánoknak szereztünk gyógyszert. De jól néznek ki a sátrak így este.
vigvamok, hogy átsüt rajtuk a fény. Oké. Jó, na nézzük, következő küldetés. Akkor... Hú, ez valami fine art, ez a művészeti. Hát akkor jöjjünk fentről lefelé. Jöjjünk el a táborba. Hát ez kicsivel másabb úton visz arra, mint amit ide-oda-vissza megjártunk mostanában. Mert szerintem a legeleje az ugyanaz, az, hogy lemegyünk és visszamegyünk a fahídon. Valaki áll lent és horgászik kutyájával. Meg kell feltennünk majd a lóra egy téli ruházatot, mert legutóbb már megjegyezte a játék, hogy nincs téli ruházatunk a lovon. És abból könnyen gond lehet majd. Valaminek elég fura hangja volt itt. Úgy néz ki, hogy egy esti lovaglás vár ránk. Ez mindig szép a játékban. Hát itt be kell mennünk balra, ezt amit mondtam, hogy... Én nem... Ugyanarra megyünk vissza itt a sátortábor még mindig. Ahova nem megyünk be, tiszteljük a... elesett katonákat. Nagyon érzem, hogy még érzésem, hogy még vissza kell majd erre jönnünk valamikor. Hát valakit lehagytunk a sikánnál. Mikor így folytatja a lovunk, akkor visszaelőz. Nem igazán találta meg utána a lejtmenetet. Jó, itt balra. Ez a sziklás rész, ezen sose találom a jó utat. Hello, hello, szép estét, szia, szia. Milyen jól néz ki, hogy még itt... Hát, hogy a lemenő napnak az utolsó sugarai, vagy már a felkelő holdnak a... első sugara így bevilágítják azt a hegyoldalt, meg full árnyékba jövünk. Nagyon a farkasokat békén hagyjuk. És nem állunk neki vadászni. Már lassacskán odaérhetnénk. Ah, ez már a holdnak a fénye volt, amiből világított azt a hegyoldalt. Kicsit fakómnak is tűnt, sima nap fény lenne. És amit láthatjátok... És amint láthatjátok, fél hold van. Fél pillanat.
folytatjuk is. Jó. Ó, legendás állat területén vagyok. Hát akkor menjünk is tovább. Jó. Orra jó, hogy nincs nálam fegyver. Ha már így alakult, akkor egy kis farkasbőrt viszünk magunkkal. Jó pénzért eladjuk valahova. Oké. Egy. Hol van a lovunk? Azt mondtam, hogy gyere ide te ló. Gyere, oda megyünk a farkasokhoz. Aztán megnyúzzuk őket, és akkor utána mehetünk. És akkor lesz egy kis húsink is, amit tudunk majd sütni. Fel akartam dobni a ló hátára, de akkor ezt az utolsót feldobom. Milyen jó lett a lónak úgy menni, hogy... Farkas ló majd a hátán. Jó. Oké. És ez jó nagy dög. Majd vakkarom itt a lovunk. Oké. Kettőt megnyúztunk, egyet meg feldobtunk. Milyen messze járok vajon a... Ah, jó, mindjárt ott vagyunk. És akkor ott le is tudjuk adni a mészárosnak. Nem hiszem el, hogy nem tudunk nyugton odáig eljutni. Ha már voltak ilyen jó fejek, akkor gyorsan kilútoljuk őket. $4. Pedig, hogy csak nyugton, békén hagynak, akkor simán elmegyek mellettük.
Ez egy jó kör volt. S hál' Istennek egyik első olyan lövöldözés, hogy nem haltam bele, és így nem veszítettem el a zsákmányt, amit az imént vadászattól lőttem. Ugye ilyenkor az szokott még lenni, hogy azt is bukjuk. Itt viszont vigyázni kell, mert itt élve vagy halva kellünk. Nekik tehát ez így nem jó. De ezt próbálunk úgy átlovagolni, hogy... Aha, fúrosz irányba jöttünk. Akkor majd lejövünk itt. Való itt lesz a tábor, a barlangnál. Na, közben nekiállt. Pirkadat. Pirkadni kell föl a nap. Elég rövid volt ez az éjszaka. Mondjuk nem baj, csak érdekes. Na nézzük. Mr. Morgan. Yeah, I hear you. You'll be able to make something nice with that. Azt néztem. Sure, might as well make some money off it. Jó, és most elvileg úgyhogy odaadtuk. Most arra vagyok kíváncsi, hogy a Perfik kígyóbört, hogy odaadtuk. Az nem tudom melyikhez kellett. Aha, és akkor ott úgy mutatja, hogy ott... Aha, tehát le kell adni a kígyó béröket. Jó. Thanks, Mr. Pearson. Menjünk, szedjük fel a küldit. És akkor haladjunk tovább. Beszélünk vele, azért, hogy ne adja a küldet, hanem majd idejön valaki, és azt mondja, hogy hú, de sürgi, van egy másik dolgom. Leaving again? Yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. But I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. Oh, well, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Ő kicsoda volt, rá annyira nem emlékszek. Found a friend looking for you. Mr. Morgan. Sir. How are you? A little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so.
Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me. Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiation. Let's go. Megyünk, akkor elmegyünk mi is a tárgyalásra, és akkor megpróbálunk ott velük. Békét kötni, vagy próbáljuk támogatni az indiánok érdekeit. És remélem megint végig lovagolunk a tájon. Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch should not have gotten involved. My son has a mind of his own. Too much so, in fact. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. To be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting and is one person who knows the true situation, at least. I still have hope that we can come to an agreement. Ó, de legalább ki lesz vágva az utazás nagy része. Azt nem értettek, hogy messzire megyünk, és be van jelölve, és benyomjuk a cinema módot, akkor miért nem tud hasonlóan átváltani. Mert nagyon szép a játék, nekem nagyon bejön, meg nagyon kellemes benne lovagolni, megnézni a tájat. De nagyon sokszor csak úgy érzem, hogy ilyen töltelék. És ugye megnézzük, hogy... Hát... itt jöttünk föl, itt jöttünk át valahol. Hát nem sok mindent vágott ki a cinematic rész. Here we are. There's my man up ahead. Hello. We chash a kid now. Kola with Yumpi. Hilpo. Unyapi Ktelo. This way. És érdekes, hogy ugye amikor jöttünk le a hegyekből, akkor láttak minket az indiánok. Ott álltak a tél végén, ott álltak fönt a hegytetőn. És... onnan figyelték, hogy jövünk lefelé. És utána pedig, tehát ott egy nagyon erős népnek tűnt. Most pedig egy nagyon megtört. Colonel Favors,
Captain Munro, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Yeah. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name, is it? In English, they call me Rainsfall. Yes, yes, I'm sure they do. Yeah. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. Arthur, ain't sure. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Are you okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's, Rains' fault. Exactly. Chief Rains, the thing is... quite a cough. Federal government... Sure. Wait here. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. No, no. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? He seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he has something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason. And hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kind of liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is null and void. Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. Úgy néz ki, hogy Monroe-t el akar járulni a parancsnoka. The currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Aye. Captain Monroe, let's get out of here. Aye. I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall... Get off me! Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. Come on! Think about what you're doing! You won't get away with this. Don't be open fire on me! Follow me! No, menjünk ki, nem? Charles, az neki lovagolt, jól láttam a... Ben, please hold your fire! Put it between
de potétó vagyok. Használjuk ezt. Pedig az ott megvolt. Mázlia volt. Ígyunk már egy ilyet, hogy tudja működni az igulány. Nem hiszem el. Jó, végre egy, kettő. Egyre... De lololololol, azon ott villant a piros X. Szépen. Oké, ezt oldalba kaptuk. Na már csak egy van. Előtt megjön még több ilyen. Mennyi jó útot itt vagyunk. Na, megmentettük a kapitányt. Az árulástól, ami ezt én... küldi volt. Tehát odahívták az indiánokat, eléjük toltak egy olyan alkut, ami tudták, hogy nem tudnak elfogadni. Guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. És utána tudták, hogy ezen fel fog háborodni majd a kapitány. És
És akkor letartóztatják, mint... Dörcs, és vissza kell szállni a lóra. Captain Monroe? I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to San Denis, jump Azt mondják, on a boat, szép, hey. Port Guam. Where? Forget about it. Meet you back at camp. Meg kéne... Reverend. What are you doing here? I'm leaving. Running away? I suppose so. Yes, I'm running away. I tried to make Dutch see sense, but he's very strange recently. And the women? Little Jack? You leaving them? I told them to run too. I asked them to come with me, but they wouldn't. I'm changed. I'm a changed man, Arthur. I can't die for a bunch of nonsense sprouted by a fool. I understand. You're not a good man, Arthur, but you're not all bad either. Everything will be your journey, your path will be just fine. I'm worried my path is coming to an end, Mr. Swanson. Maybe. Arthur. I felt that way for a long time about myself. I mean, but you'll do what's right. I don't know about that. I do. Save who you can and let the rest rot. And look after yourself. Maybe. We'll see. You do see. You just can't quite admit it to yourself. All aboard! Be well, Reverend. All aboard! You too, Arthur. Sure. Good luck out there. You lived your life like a man, Arthur, and you turned into a good man. If we were all like you, things might have turned out differently. You're getting mighty sentimental, Reverend. Kezd széthullani a társaság, akárhogy is nézzük. Mert... Ó, van valami fel nem vett postám a postán. Sem tudták, hogy ide jövök. Hello there and welcome. Lemio polgármestertől volt egy meghívásom 11 napja. Thanks for your assistance. Hát, arról lehet, hogy lekéstünk. OBS-em. De már megoldva. Na, jól van. All right, girl.
akkor először is együnk valamit. Együnk egy ilyet, és akkor ezzel fúra töltünk mindent. Jó. Következő küldetés. Menjünk a Mikájéhoz. És akkor utána meg lejövünk Sandy. Goodbye? Ki goodbye? Ég veled, kedves barátom. Jó, jöjjünk Mikájéhoz. Pedig nagyon érdekel az a másik küldi, de... Most menjünk oda, nézzük meg azt előbb. A Mikáset még biztos, hogy megcsináljuk a mostani streambe. A Dutch-eset nem biztos, hogy elkezdjük. De majd meglátjuk. Eszem eldobom, hogy... Ezért feláldoz a szerencsétlen az életét, hogy... Megpróbálja ellopni egy lovat tőlem. Elég hülye döntés volt összességében, amikor Szegő se gondolta, hogy... Ez lesz a vége. Annak mondjuk örülök, hogy a csávó, aki itt előttünk ment, nem reagált rá. És nem foglalkozott vele, hogy mi történik. Ah, ott az erőd. Sikerült bemennem a... Ezért nem szabad vezetés közben olvasni. Egyből rossz irányba vissza. Ú, ott van bent egy arany fegyver. Gondolom ott az elég komoly tűzerő van abba az erődbe. Valahol... Aha, találtunk egy... De valahol a föld alatt van egy... Egy aranypiszta.
pisztoly, és a kérdés csak az, hogy hol tudunk lemenni a föld alá. Szóval logikusan nézzük. Esetleg itt. Itt sincs semmi. Jó, mondjuk nem úgy néz ki a hely, mint hogyha nagyon lenne pince helység. Vagy lehet, hogy kint van egy, hogy is hívják. Lehet, hogy kintről van egy barlang bejárat. Tehát azt gondolom, csak úgy lenne értelme, hogy azt innen is meg lehetne közelíteni. Ó, oh, megvan. Arthur, ne szívassál már. Polgárháborús kés, plusz revolver lőszer. Azt akarom, hogy megnézz, hogy nincs itt arany lent. Oké. Lőszer. Lőszer. Ó, itt van egy nagy láda. Legyen benne a raj. Itt valami arany van. Polgárháborús jelentés. Oké. Találtunk aranyrögöt. Jó, akkor ennyi volt ez a hely. Még a mosómacit föllógatjuk a paci oldalára. És akkor megyünk is tovább. Na. Mosómaci jött a pacira. Jó, és akkor így vissza. De ennyi idő alatt... Aaaaaj! Pedig két csillag. Ennyi idő alatt. Megromlott. Meg volt valahol kígyó. Azt akarom megnézni ezt a... nem? Progressnél... Equipment... Ez a polgárháborús kés, ez... Milyen?
Király. És 66%-nál tartunk a sztorinak. Ami nem tudom, hogy benne vannak-e a mellékküldik. De itt is van egy nagy mellékküldi mellettünk. Mert lehet, hogy az egyik streamben csak így pihenésképp mellékküldizgetünk. Hova már egy lábasnak segítettünk ma. Azért szarvasan átgázoltunk. Ah, there he is. Old Black Lung Morgan. Shut up. Was you followed? Excuse me? Was you followed? You know who you're talking to. I ain't sure. I ain't sure about much no more. All I know is there's law whenever you're around. Is that so? Because it seems to me that since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble. Stirring things up all the time, getting in Dutch's ear. Seems wherever you is, there's Pinkertons and vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy! Or... Take it easy, cowboy. You're gonna do yourself a mischief, way your head. Micah, shut it! He started it! Dutch says we is to go on with plans to create a diversion. We gotta get some explosives to blow up the bridge. Itt is fel akarjuk robbantani a hidat. I think it's a real bad idea. I don't think Dutch cares too much what you think. That's clear. We gotta confuse him one last time. Then he and I will head to Blackwater, collect the money, and help everyone leave. He's got a boat lined up. Blackwater's a fool's errand. Everyone knows it. Even a greedy moron like you. It's Dutch's choice, Arthur. You're just a senior gun, same as the rest of us. Only you ain't well. I'm fine. Then you'll do Dutch's bidding, which is robbing a stage that's coming from Annisburg full of explosives. Rob a stage. All we seem to ever do is rob a stage, you and me. Not me. You two. I got my own planning to do. You boys got this. Shit. Yes, we have. Come on, Arthur. And Cowpoke, you take it easy. You could do with a vacation. Ó, ezt a... Még hát ezt arcon kéne csak lőni. És bemegyünk Ennisburgba. Az összes települést... Micah says we should jump it as soon as it comes through Van Horn. So you're taking orders from him now? I'm taking orders from Dutch. Same as always. A pair of them are becoming unhinged. You hear about Dutch killing Cornwall? Hey, hold up a second. Pinkerton Patrol, over there. Okay, I think we're clear. Let's head on. So you was just talking about something? Well, that needed to be done. Right now? With the pit. Akarok. Valami olyasmit. Ennél, hogy visszatöltse a Dead Eye-t. Ó, itt ez a ház az olyan jól néz ki jobb oldalt. So, wagon will be coming from that way. Down from Annisburg. It'll take the two of us to stop it completely, or it'll never get done. So, I was thinking, you go play dead, and I'll take care of him. No, I'm the better shot, and you're the better actor. No, you play dead, and I'll cover you. I got that. Oh, that's them coming now, I think. It'll be quite the show. Fuck.
Fölvesszük a maszkot. Valamit rosszul csináltunk szerintem. Oké, Bill meghalt. Mire kell várnunk? Úgy néz ki, hogy először túl hamar lőttem, és utána átment a... Hát remélem a lovak jönnek utánunk. Ők mindig élve vagy halva akarnak minket. Milyen szép fejes volt. Tökből kerültek ide. Próbálunk úgy dolgozni, hogy a lovakat ne lőjük ki. Ez is feje. Király volt. A láda az eléggé kapta. Gondolom, hogy egy tönkre megy ez a lész. Nem akarok. Mic up ahead. Great. Whoa!
What's wrong, Arthur? Nothing at all, boss. John, go drive this over to Bacchus Bridge. Get it hidden near there. He really does think he's in charge. You go on ahead. I need to speak with Arthur. Good work, son. What's going on? Listen. I know we ain't always seen eye to eye, and you find me irritating and a threat, and I like to annoy you. But right now, I need better from you, Arthur. Okay, Micah. Whatever you say. I ain't the bad guy you think I am, Arthur. But I am a survivor. Stick with me and you'll live. Oh, the bridge is probably a two-man job. You should probably go help Marston. Why don't you? Like I said, Dutch and I got planning to do for the train. There's a big picture here, Arthur. Trust me. Hát, nem bízunk benne, de hát ez benne van a játékban. És közben megjött a pacink is. Jó, egy főküldi maradt. Mostanra, ha jól nézem. Ugye ez a Sadie Adler-ös, Dutch-os, és akkor gondolom utána nyílik meg a hídrobbantás majd. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Legközelebb innen folytatjuk, sztoriba mentünk egyet. Így né, 55%-on járunk. És már 56,8. És a chapternél megnézem gyorsan, hogy Chapter 4, Chapter 6, és igen, tehát itt van 2, 4, 8. fejezet van meg, vagy kis küldetés, és utána még majd jön 2 prológus rész, vagy epilógus, 2 epilógus, amikben nagyon sok küldi van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mindenkinek további szép estét, sziasztok!